Rendkívüli hideg tombol Észak-Európában. Svédország északi részén -43,6 Celsius fokot mértek szerdára viradóra. Ez a legalacsonyabb hőmérséklet a mérések kezdete, 1888 óta. A dermesztő hideg miatt Svédország számos részén törölték a busz és vonatjáratokat. Egy stockholmi férfi azt mondja, hozzászoktam a hideghez, de amikor a hőmérséklet 40 fok alá esik, még én is úgy gondolom, hogy fudaridő van. A svéd meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki. A főváros környékén biztonsági okokból leállították a villanyvonatok közlekedését, mert áramkimaradás esetén az utasok megfagyhatnak a nyílt pályán. Dániát hóvihar ért el, ami únos esővel kezdődött, de a következő napokban akár 70 cm-nyi hó is lehullhat az ország egyes részein. Több kompjáratot töröltek a várható heves széllökések miatt. A hatóságok azt kérik, akinek nem muszáj, most ne induljon útnak, miközben a hétvégére egy meleg front érkezése nyomán árvízveszélyre figyelmeztetnek.